Szevasztok gyerekek, üdv a csatornán, Keeper jelentkezik a következő videóval, ami nem lesz más, mint a 7 Days to Die, és lehet, hogy a mai napon egy kicsit kraftolási dolgot kellene csinálni. Várjátok, egy picit rendbe rakjuk a dolgokat, mert a Keepernál, hogy tele van minden. Az a baj, hogy majd nagyon férnek el a dolgai, ugye? És azzal az a nagy gond, hogy mivel nem, várjátok, lehet, hogy kellene csinálni egyébként egy izét, kellene csinálni egy erdőt. Most még ugye nappal van, így azért kihasználhatnám ugye ezt a dolgot. A biciklimet nem álltam fölvenni. Csú, szarrá vagyok terhelve, tudom, de egyébként most nem akarok nagyon lerakni másik. Álljál meg. Majdnem szérülök ezen a biciklén, olyan furcsán fordul, hogy az őrület. Na, várj, mi a szar csinálok? Álljál meg, nem tudom, hova akarok menni. Erre akarok menni. Mármint mint East, és erre is akarok már, érted? Nagyon jó. Na, arra a placra, ami ott szemben van, arra gondoltam az erdőt létrehozni, mert azért lenne jó az nekem, mert itt lesz a kiárata, gyakorlatilag ide az útra fog nézni, ugye a kiárata, itt lesz valahol a... Bejezésnek a kiárata, na hát mondjad már meg Keeper, hát olyan hülye vagy, néha azt se tudod, merre vagy előre. Igen, és akkor én arra gondoltam, hogy itt lenne a majd a veteményesebb, oda nézzetek, ott lenne a bajárat, itt lenne a veteményesebb, meg itt lenne egy ilyen üvegház. Azt is nem ártana csinálni, nem? Tök jó lenne. Ezt egyébként ezzel érdemes szétverni? Vagy lehet, hogy nem érdemes ezt használni rá, nem? Na mindegy, egy kis fasort ide csinálunk, gyerekek. Fasor mellett fekszik a csaj. Ezt úgy kell kimondanod most, hogy ez nagyon eszi a stabilát, úgyhogy ez nem biztos, hogy jó nekünk így. Ezt úgy kell kimondanod, hogy fogod a nyelved. Úgy ilyen érdekes dolog. Ezt még az óvodában tanultam, nagyon izgalmas volt. Na, figyeljetek, fa sor. Legyen ide egy fa sor, és a Keepernek jobb lesz a sora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viszont ez lehet, hogy nem fog megnyílni, addig valahogy ez... Az a baj ezekkel a fákkal, én így elütetem, aztán majd akkor gyűjtök, támadtok, akkor meg itt el tudtok rejtőzni, és a Keeper meg be fog fosni. Ugye? Tudod, ez nem olyan... Hallod, olyan szépen leültetem, hallod, faiskola lesz itt. Tudod, ne tanulni a fák. Tényleg kellene csinálni egy ilyen faiskolát, meg kellene csinálni, még ide, még gyűjjön. Kölcsinálom egy ilyen faiskolát, meg akarok csinálni egy üvegházat is majd, csak ugye most egyelőre nem az lenne a prioritás. De hát a fát azt elültetem, ahhoz nem kell nagy kunc, nagy dolog. Van 4 darab ilyen izé. Pine-om is, hogy mire nevezik. Azt ide külön. 1, 2. Nem is tudom, valaki írta, hogy nem jó a sivatag, mert ki fogsz fogyni a falból. No way, gyerekek. Annyi fám lesz, hogy az el nem tudjátok képzelni. Kajásak vagyunk. Oh my god. Na. Mit kellene csinálni? Egy csomó mindent kellene csinálni. Bandi mondta, hogy van egy csomó recept a tradernél. Lehet, hogy érdemes lenne megvenni. Lehet, hogy olyan recepteket is tanulhatok, ami nincsen meg. Csak az a baj, hogy onnan tudom, hogy mi van meg. Mindig meg kell nézegetnem, mert az olyan idegesítő. Na, itt lesz a kiára. Tök jó, mert pont egy ilyen domba fog belefúrodni, tudod-e. Hú, hát ezt már nagyon várom, hogy megcsináljam, bár akkor, hogyha megcsinálom azt a kiáratot, akkor az a baj, hogy még egy lehetőséget adok számotokra, hogy tudjatok támadni, ugye. Úgyhogy valami nagyon jó ajtót kéne csinálni, meg kéne nézni azt a... Úgy nem akartam rá kattintani. Azt a nagyon durva dúrt, ajtót, az mennyibe kerül. Vagy hogy mi kell, hogy megcsináljam, erre vagyok kíváncsi. Crafting table kell hozzá, és mechanic parts. És spring. És steel kell hozzá. A steel, várjál, akkor 12 steel-t kéne, mert nem is akkor tudnék egy ilyet csinálni, ugye? Mert egy darab ajtó lesz majd. Garázs ajtót nem tudom valami... Volt power-et, oda nézzük. Ezt még nincs kitanulva, de... Mi kell hozzá? Van ilyen izé, van minden itt egy... Van olyan, ez ilyen olyan rolling garázs kapu, ugye, amelyik így fölcsukódik. De jó gyerekek, szuper. És mindenhez csak ez a crafting table kellene. Ez a vault door. Ezt ki kéne tanulni, úgyhogy forgot steel 12, hogyha van, akkor ezt megkövenni. Mert azt egyelőre biztos, hogy nem fogok tudni craftolni. Úgyhogy azt meglesem, jó? Pillanat gyerekek.
Mi kihasználjuk, hogy ugye... Üzei van, nyugalom van. Na fia, elolva. Egyébként ilyenkor küldetése mi lett, tesó? És ilyenkor mi? Buktam azt a küldetést, le is tűnt. Ez nem frankó. Mert ugye most nincs itt az 500 méterre. Egy lehet cseszni a küldetést. Na, inventory tesó. Mondjuk akkor várjál. Kemikalió. Armor van, itt mik vannak? Ez mi? Ez a izé, ez a lent, az a claim kő. Ami nem érdekel engem. Ez mi? Pump, shotgun. De miért ilyen ikonja van, akkor mit beszélek? És akkor ezt meg tudom csinálni, ezt az itemet, ha ezt megveszem. Mennyibe kerülnek ez? De ez ilyen 2400 bandi. Húszszázaléka nagyobb sebzés, hogyha használok ilyen scope-ot, vagy pedig ilyen jelz, gyakorlatilag ilyen optikát, hogyha használok rajta. De már itt is lehet, hogy van. Sanyika ne ássa. Na, itt a steel. Ebből kell, mindjárt megnézem, mennyit már már felejtettem. Várja. A zsebeket is kellene csinálnom magamnak. Igen, mennyi kell? 12 darab. Rugó nincs nálad, tesó, mert akkor nem kéne vinkornom bele. Tizenkettő? Az jó drága lesz, 1800. Sanyika, ne izéjé rúgjál, mint az őrök, itt rúg alatta, mindig ássd neki a lásni. Springer, meg ilyen meonic parts, de azt hiszem az volt valahol, meg ugye tudok csinálni, de nem olyan egyszerű, mert az a baj, hogy nagyon messze hagytam a izémet. Ne kéne mennem a cuccaimért, de nem, hova rakjam? Még egy ládát le kéne rakni, gyorsan még meg tudnék fordulni 18 óra. Jó, azt kellene csinálni, el kéne mennem a dolgaim, mert már ott maradt sok. Gyorsan, menjünk gyerekek, az lesz a mai projekt. Hol a biciklim? Hol a biciklim? Elvileg jelzi a térkét, ott van arra. Mi, ott hagytam? Jó, gyerekek, ezt kell csinálni. El kell menni a izéhez, a silóhoz. Ott vannak ilyen mechanik partok, meg rugók, meg minden, meg azt hiszem, ott vannak csavarkulcs, meg ilyenjeim, ugye? Menjünk gyorsabban, már most nagyon fontos, hogy siessünk. Hol a biciklim? Ide itt hagytam a biciklit. El kell menni. Csak az a lényeg, hogy várja. Egy ötletem. Storage. A kő az marad. Ilyen, ez ilyen fegyver modifikáció. Ami ilyen abszolút nem kell, olyat kellene lepakolnom. Jó, a bringára ugye be lehet pakolni, tök jó. Jó, az még az már, hogy menjen oda. Oké. Okay. Akkor húzhatok is, ugye? Menjünk a francba. Meg kell jelölnem, az hol volt nekem? Ez valahol itt volt len. Itt van. Gyorsan elmegyek a cuccaim, mert megráadásul nem tudtak megszivatni azzal. Le tudok, merre tudok menni itt az uton végig. Maradjál ma, ne gurulj vissza. Nem jó, itt kellene elmennem. Itt a... Úgyhogy ide rakok egy waypointot, és ezen az úton... Utána és utána, meg a katonai bázisnál, meg arra. 18.32-re attól kell sietni. De pont másik irány. Most megbungatjuk a biciklit, azt hiszem, gyerekek. Nincsen valami olyan, ami nagyon sok staminát ad, hogy tudjak tekerni, ahogy gyorsan. Sör, az jó, ugye? Miért nem engedi meginni? Lehet, hogy mert rajtulok a biciklét? Iszik vagy veled, mi? Jó, van, beleszek rúgva, de azt az adja a staminát, mint az atom. Jó, van, gyerekek. Küldjük neki! Ne kell menni oda a silóhoz.
Hatodik nap, ugye hetedik nap lesz. Éjszaka mindenképp meg kell csinálnom a bázisnak a maradék részét. Azért, hogy... Az ott volt, majdnem neki mentem annak. Gyorsan, gyorsan, hát egy, talán egy 7 órára leérek, összeszedem a cuccaimat, azt jövünk vissza. Ugye azért kellett erre jönnöm, mert itt tudom megkerülni ezt a rohadt kanyont. Egyébként csinálhatnék rá egy hidat, azt akkor nem lenne vele legornám. Menjünk, menjünk, itt ugye lemegyünk ezen az úton, és majd jobbra a katonai bázisnál. Jó, új. Itt van az az út. Oké. Itt le. De baj, elfogy a staminám. 99%-os a bringa valami sebzérés kapott. Lehet, hogy neki mentem valaminek, vagy mi történt. Itt voltunk, ugye itt voltunk először. Meg ott van a... Előbb ott voltunk. A fegyver... Fegyver valaminek. A picit visszanéztem egyébként az előző videót, és még mindig nem jövök rá, hogy a pisztolyt azt, hogy sikerült nekem elveszítenem. Mert igazából nem történt semmi olyan extrém dolog, annyi, hogy felvettem egy ilyen, spirit, minek nevezik, egy ilyen láncsá, és akkor frankon eltűnt. Eltűnt a cucc. Ja, egy hírat majd kéne építenem, azt akkor lehetne közlekednem rajt. Magam a szivatom itt. Itt kell jobbra menni majd az úton. Jaj, be kéne nyomnom egy kávét, vagy nem tudom, mit csináljak. Nem ettem, nem is ettem, hülye voltam. 17 óra van már, gyerekek. Ne kell mennem oda. Ott vannak jó cuccai. Van egy csomó mindenem egyébként, fákja meg minden, meg... Jaj, ne a frott élet. Megint kakadó vagy mi. Ó, jaj. Persze. Nem hiszem, hogy semmiben nem volt, hallott? Semmiben nem volt! Bazze! Az összes fegyver üres volt, amit elővettem. Hogy nem hiszed el? Menjünk tovább. De már feltöltődött a stabilám, ugye itt... Itt kell elmennem az épület mellett balra. Tök jó, hogy az utakon így el lehet találni. Legalább így jobban megismerem a kis hazánkat. Ugye... Jó, megyünk, most nem szedek húst, mert... Franc. Ott a zombi, na, és mit akartam mondani? Ja, először ugye azt beszéltük, hogy ott fogok letelepedni annál a... Silónál, de valahogy ez sokkal jobban tetszik itt a trader környékén. Igazatok volt, hogy ne telepedjek le olyan messze a tradertől. Rátok kell hallgatnom igazából. Tényleg az a gond, hogy ott letelepedek ilyen rohadt messze, a küldetéseket nem tudom elvállalni. Na, itt kell elmennem balra. Ja, hát... Egy óra volt az út, tehát akkor legkésőbb 9 órakor el kell indulnom visszafele. Mert ugye kb. Egy óra volt az út, félkor indultunk el. És most meg már megint mindjárt fél van. Jó fele jövök? Talán, ugye? Várjál már. Azt mondja, nem jó fele jövök, még tovább kell volna arra menni. Ú, te! Elég szar. Nem sok időm van. Megint rácseszek, hallod? Izeikor... Fél nyolckor itten izeik, elkepeztetek. Na izeikor vissza kell indulnunk, gyerekek. Fél nyolc. Fél kilenckor vissza kell indulni, úgyhogy rohadt gyorsan ki kell utolni. Az mi ott az a... Ja, az egy ház. Várjál már. Nyomjuk meg. Szóval a kávé az jó. A bicikli az jó, eszi a staminát, hogyha sprintelsz. Jó fele jövök? Mert megőrülök. Aha. Jó fele. Jó messze van rohadt élet. Én hülye meg ide akartam letáborozni. Isten háta mögé.
gyorsan beveregedjük magunkat. Egyébként, hogyha az Explode Skill fel tudnám tolni, akkor ugye fel tudnám szedni itt az aknákat. Az aknákat. Nyuszi! Milyen mész hozzá? Igen, elfogyott a staminám, úgyhogy legkésőbb 8:30-kor visszaindulásra. Lehet, hogy vannak zombik. Mondjuk itt hagytam azt hiszem a clay. Az nem van, megint a izé. Gyerünk, megyünk biciklivel be. Megint a madare. Nyugodj gyorsan, menjünk. Menj, man. Jó, itt hagyjuk a bringát. Egyébként itt azért se tetszett az a rész, mert úgy lagoltak, mint az atom. Ugye, amiatt lagoltat? Mert... Mert baromi nagy ez az object. Sok a tereptárgy benne. Fölöslegesen. Ez jó volt, megint robbannak a zombik, tök jó. Na jó, aztán húzunk innen. Kilutolunk. Viszont ezt hathatjad. Menjél már le, bazzá, hát ne szórakozzál velem. De ugye ki van minden lutolva, ezt az egyet nem tudtam. De itt minden ugye üres. Meg ezt se tudtam, jó, nem tudtam, jó, nem baj. Ezekben meg nincs semmi szerintem. Régió bal is kezdve, hogy itt úgy lagoltak, nézzétek meg! Baromra. Na, várjál, ebben nincsen főzőerdény, vagy valami? Van egy ilyen rács, de igazából minek kettő, ugye? Hogy scrap. Jó, mi van, ami fontos? A hülyeségeket nem akarok, jó? Tényleg, üres üveg, hogyha van nálam, akkor visszük. Hús az ugye foglalva. Pumpkin seed, nem tudom, hogy jó-e. Most ilyen berry-t azt tudok, nem. Hülyeségeket tényleg nem, kávé. Így átnézzük, hogy mi van még, vagy mennyi helyet van. Ú, bazze, oda néz mennyi vas. Ilyen izé, itt van ez, ami kell. Clay, ó, jaj. Cement. Réz, ó, na most aztán, bazze. Figyelj, ami nagyon nem kell, ezt tudok csinálni. Ez nem kell manó sapka. Nem tudom szétszedni, akkor ott rohad meg. Glue. Hú, de most mit szórjak ki? Na, ilyenkor van ám a baj. Mondjuk ez most annyira nem érdekel. Oh. Epa jökit. Bőr? Nincs nálam bőr? Mert ha van, akkor ugye rárakja. Nincs bőr nálam, ne szórakozz el. Mondjuk toll az baromira nem érdekel. Lehet, hogy a bőrt jobban elviszem. Tollom szerintem otthon van millió darab. Ja, megnézzük tovább, jó? Fegyver! Na, ez az, amit tök nem kell. Ez se kell, hát. Egyes. Ez mekkorát sebez? Nincs, de 32. 38, úgyhogy ez szerintem. Az enyém az jobb. Igen, de viszont ebben 15 lőszer fér. Effective range. Effective range-a is jobb. Jobb egy csomó mindenbe ez. De a sebzésében nem. Viszont minden másban igen. Úgyhogy, van itt egy ásó. Úgy de megettem, baz. Egy vasásó. Figyelj, tudok ilyet csinálni, most tényleg nagyon át kell gondolni. Vasásó. Murky water, gyerekek, a francnak. Ez mit csinál? Ironra rak. Izét, majd akkor ezt föl is raknám rá.
Vagy csak, egy, ja, csak egyet lehet. Kőre. Jó, akkor nem. Na, nyisd meg. Ezt a pisztolyt elvinnem. Majd van itt ez a lőszer is. Ó, oh, te fiú, mennyi minden. Figyelj, ez engem nem érdekel. Most nézzük át, nézzük át. Ezt nem fogom használni, mert mindig én világító sisakot fogok használni. Tuti gyerekek, 100%. Na nézzük át. Cement. Az biztos jó, hogy jön a cement. Ezek biztos kelleni fognak. Ez mit ad? Ja, ilyen runspeed, meg ilyen, ilyen drog, nem köl. Viszont a pisztolyt, mert a pisztolya szerintem kelleni fog. Ez is, na, lőszerem annyi van, mint a sár, meg ide vissza tudunk jönni, ha nagyon kell. Leginkább az ilyen alkatrész, meg ilyenekkel jöttem. Itt meg nincs semmi. De akkor hol van ez? Volt villáskulcsom, vagy ez egy csavarkulcsom, nem? Akkor vigyük ezt. Ezt meg tudod, mit lesz kepelem. Nem nagyon használok közelharci fegyót. Ezt nézem, ennek mekkora sebzése van? 39. Ennek nagyobb a sebzése egyébként. Ennek. A puskának nagyobb a sebzése. Meg lehet, hogy jobban is zúgba le kéne vinni. Nem hiszem, mert hátha valami jó lesz. Ja, nincs meg a idő. Nem volt nekem csavar kulcsom. Ja, és akkor most már nagyon fulló vagyunk ám. Jó, nincs más. Nem itt volt a csavar kulcs. Fogadjon meg. Úgy emlékeztem, hogy volt nekem olyan. Tényleg úgy emlékszem, hogy volt a csavarkulcs, és nincs. Igen, a francba. Jó, fullra túl vagyok terhelve. Haza kell menni gyorsan. Na, azt a puskát elhozom, mert lehet, hogy használni fogom. Jaj, nagyon kell menni haza. És nagyon lassan megyünk. És mondja ilyen dögdögbe az meg. Itt van megint hülye volt. Menjünk. Nem tudom fölvenni, bazza. Meg jó, hogy nem tölte vele a lábam. Menjünk. Zombi hang. Egy órán van hazaérni, hogy rohagy meg. Szarvas dikasz. Nem is szoktam látni szarvas. Na! Spuri vagy gyerekek! Szarra vagyunk terelve, minden bajunk van. Bicikli is tele van, azért kacotta. Ó, menjünk. Van még kávém, nincs semmim szerintem. 29. Fölkapcsolom a biciklit a világítást. Ja, 21 óra, szépen beosztjuk a szaminát. Mondhatnám, hogy lefele gurulunk, mert nem tud gurulni ez a retek bicikli. Mindig hajtja, ilyen idő, direktbe van a lánc, vagy rá van hegezve, azért, hogy le vannak hegezve, nincsen izé szabadon futó fokozat, még a Trabantad is volt, nem vagy biciklén. Egyébként lehet festeni a biciklit, én nekem sárga bicikl, piros mountain bike-kel. Jó, hazaérünk ám, nincs gond. Jó ide, egyébként nem érdemes már jönni, én úgy gondolom. Sok értelmét nem látom. Ja, van olyan izé modifikáció ugye, hogy vasat is jobban, gyorsabban szed, de nekem a kő az jobban kell, mert most ott lent fogok bányászni, ott valószínűleg leginkább kő van azért. Ezekre is majd ad küldetést, azt írtátok, talán Démon Hill írta, vagy nem is tudom. Norvég talán. Ő írta, hogy ezekre a nagy épületekbe küldetések vannak általában. Mármint ugye itt kell megcsinálni a dolgokat. 21-14-en megint jó, épp hogy be fogok zuhanni. Nagyon kell csinálni egy garást is. Majd autót is kell majd craftolni. Meg kell nézni majd, hogyha éjszaka akarok ugye lent dolgozni, meg craftolgatni. A nappalt ki akartam használni, de majd meg kell néznem, hogy a hogyan, mit tudok craftolni. Majd hát, hogyha a könyvben megtanultam bármit is valamit.
Csavarkulcsot tudok csinálni? Várjál, várjál. Meg akartam nézni valamit. Na ugye ez nekem ez fontos volt, meg volt ez a kék, mechanic part, meg az electric part. Elvileg most a doorhoz, bocsi, hogy nézegetem, wall doorhoz, a springem nincsen, de azt hiszem a springet azt tudok csinálni, valami vaságyakból lehet. Az meg ilyen katonai bázis, meg ilyen helyeken azért szokott lenni. És... balra kell, ugye balra? Igen. Springet kell szereznem. Csavarkulcsot tudom szétszedni. A csavarkulcsot azt tudok én készíteni? Fú, gyerekek, nem egyszerű. Kalapács is kell, ugye? Kalapács. Látod, tudok csinálni kalapácsot, de azt nem kell a crafting table, az, na, ezt szeretni kell. Ú, ez le van zárva, tesó. Le van zárva, ó, jaj. Mechanic parts, 4. Ebben a mechanic partsban nagyon kevesen ilyen mechanic partsot tudok csinálni. Na várjál, meg a izét akartam megnézni. Figyelj, van ilyen. És ez mire jó? Hú, de jó, most nem itt kéne nézegetnem mi. Ja. Workbenchhez, mert ahhoz meg kell ilyen, meg ilyen, érted? Úgyhogy ilyet is kell. Valahol volt! Esküszöm szerintem. Lehet, hogy elnézzük majd a izéhez is, másik, ugye másik lerakatomhoz. Hú, bazze, 21.35 van, éj hülye. Van egy másik lerakatom, holnap elmegyünk oda, azt, ott lehet, hogy volt. Ötöltek kezemetbe az. Mi a fasz? Nem mondod? Ötölt a kezem meg. Ó, oh, te fiú! Ötölt a kezem. Mi egy színnek? Ötölt a kezemet. Dick. Mert még ilyen önseidről sem volt nagyon, nem? Itt kell majd jobbra mennie. De lassan megyünk. És meg még töröd kézzel, te Isten. Te most komolyan... folyik a vérem, vagy mi? Húzom a vércsikot. Ha mondom, HP-t növelek. Aj, 21-46, én hülye megint, mindig. Menjünk már. Ilyen, mintha vércsikot húztam volna magam után, úgy mutatta, érdekes volt. Ilyen madár kakadu. Megint megfertőzöttem, még jó, hogy van, azt mondta, hogy van ilyen antibiotikumom. Aj, ne, 51 van, nagyon rá... Nem akarom, nem akarom, nem akarom. Aj, ne. 53. Lehet, hogy a staminámat be kéne osztanom, hogy tudjak sprintelni, mert így levernek a zombik erről, hogy a szart. Ugye ja, meg itt is voltak cuccai, mint Len, ugye? 56. Ezt kiszámoltam, bazze. ...58, csak most nagyon jön egy rock-rally zombi. Direkt most a staminámmal takarékoskodok. Ha kell, akkor be tudjak sprintelni. Viszont a pringámat le kéne vinnem. El a baj, baza. Mi az, hogy nincsen helye? Ki kell ürítenem a bringát, akkor tudom fölvenni, szerintem. Ó, te fiú. Nem, talán nem bátják a zombik. Csomó cuccom benne van. Rohadt életbe, gyerekek, nem egyszerű, az azért, nem egyszerű itt azért ténykedni. Na most azt kellene csinálnom, hogy még egy ládát kell csinálnom mindenképp. Bocsász, de szívok. Ki kell pakolnom. Jó, még egy ládát, várjál, meg akkor már le tudom scrapelni, mert nem kell.
És akkor majd szét fogom verni ezeket a ládákat, egyelőre hát itt kell pakolgatnom, mert nem tudok máshova rakni. Na végre, végre, egyébként ezt megcsináltam volna már nagyon régen. Úgyhogy ami most nem kell, az megy a leves bele. Sőt, szerintem azt csinálom, hogy mindent lerakok. És akkor majd felszerem azokat a dolgokat, amik kellhetnek. Itt annyi szar van gyerekek, hogy az őrület. Egyelőre, mert ugye ki kell mennem most. Gyerekek, tökéletes. Jó, egyébként azért nem javítom meg a kezemet, mert mindjárt úgyis meggyógyul. Mi a szarnak? Meg lehet, hogy meg sem tudom. Oké. És akkor, ami nekem kell, azokat akarom itt magamnál tartani. Ezt majd ki fogom próbálni, de... Jó, maradjon egyelőre ott. Sörét az kell, mert ugye háromfajta lőszert használok folyamatosan. Legyen nálam víz. Legyen nálam ez a sör. Ez mit ad? Jó, legyen nálam. Pénz az legyen nálam, kell. Mondjuk a pénznek se kellene nálam lennie, mert fölösleges. Legyen clay, mert építkezünk. Legyen vas, az kell. Ez a kettő legyen. Első segélycsomag mindenképpen legyen. Ez az olaj, ez nagyon nem kell ide nekem. Ez inkább így. Na, és az a motor végre kirakom, már nem tudom minek. Ehelyett mondjuk berakhatom a puskát, és akkor így meg tudom próbálni majd, nem? Jó, és akkor meg kéne javítanom ezeket, várjál. Hol a csövem? Megjavítom a fegyvereket, meg mindent. Oké, ezt is most nincs izem. Ami kell ugye még, várjál. Javítókészlet. Hol vagy javítókészlet? Hol vagy? Az előbb láttalak, így vagy. Ez kelleni fog. Éhes vagyok, tegyünk. Sőt, a vizet is ide berakom, mert miért ne? Ja, bazd, megittem ezt meg, én hülyes. Jó, vaj, most kellene pedig akkor ásni. Majd mindjárt alsunk. Eszek azt alsunk, jó? Oké. Okay. Ás most egyelőre, nem kell neki, kéne ásnom, most úgyis... Ó, te hallod. Neki álltam itt belúrva erre. Jó. Oké. Okay. Ki kéne alakítani a szobát. A szobát, ahol létezni fogok. Úgyhogy... Kopogassunk ezerre, gyerekek. Azért ezzel... Jó, gyorsabban haladsz. Nagyon gyors. Nem jó helyen ütöm. Nem szeretem ezt az amorf elrendelést. Ja, mindenképp itt meg fogok építeni egy ilyen szobát, hogy legyen helyem. Az éjszaka folyamán ezt fogom csinálni. Jó, követelőleg gyorsabban is ütni tudod most. Van egy olyanom. Csak baromira gyorsan fogy a stamináme. Eljünk még egy kis húsit. Jó, milyen kialakítású legyen ez a helyiség? Az a baj, hogy a fákákat az összeset talán fölvittem. Maradt fákám, leszedhettem volna ott a falról is. Mert akkor el, ki tudnám rakni ide, mert olyan, mintha egy lukon néznék többször. Ja, a padlót is fel kellene majd csapni. Az se tetszik egyébként. Annyira klausztrofób érzésem van ezen a helyen. Mindenképp valahogy haladjunk. Nagyon zaválja a stamina-m ez a szar csákányozás. Erre is kéne rakni, nincsen skill pontom egyébként, vagy valami csoda. Nulla van gyerekek, nulla. Erre a mining dologra kéne rakni, hogy könnyebben tudjak csákányozni.
Mire egyébként egy ajtót tervezek, meg ugye ide egy ajtót, majd, tehát egy kicsit nagyobb legyen az helyiség. Várjál már. Ha legyen jóval nagyobb. Padlót is ki kell cserélnem. Legalább faburkolatú legyen a padló. Első körbe. Ja, bocs, hogy most kezdett a köleg, de... Ja, most gyorsabban dolgozik. Aha, el volt törve, de lassabban ütött. Hát jó. Ilyenre is kihatással van. Most látszak, ez jó lesz így. Na, alakul már nagyobb. Rettenetes az zavar, hogy ilyen klaustrofób helyen vagyok. Kár, hogy itt klét nem ad. Klét azt kell gyűjtenem. Ha a kiáratot megcsinálom, akkor lesz majd kléjem. Zabálja a staminát, hallod? Erre fogok pontot rakni legközelebb, komolyan. Zabálja mind az állat. Jó, először akkor mondjuk megcsináljuk hosszában, mekkora legyen. Hát hosszában szerintem még minimum egy 2-3 blokk. A szélességét utána meg tovább hozzuk. Azért is állok meg, és ilyenkor itt tanakodok legalább, addig a staminám visszatöltődik, tudod. Ah, tanultad gyorsabban a stamina, bazze. Ja, várjál, izé vagyok, beteg vagyok. Painkiller kéne. Hát de hülye vagy. Jó, nem, mit tele a painkiller a betegségemet, he. Jaj, nem painkiller kell arra, te hülye gyerek! Jó. De hülye volt a gyerek. Elcsesztem egy painkilleremet. Jó, annyi baj legyen, de... Voltam olyan hülye, hogy elcsesztem, tényleg. Majd sütünk kaját. Lehet, hogy be is kéne durrantanom a kájhába. Aztán sütnem kaját, mert akkor legalább lenne attól is fény. Hús, itt volt hús, a másikba is raktam. Arra viszont nem olyan sok kajám van egyébként. Fa? Hol a fa főnök? Hol a fa főnök? Van itt méz, meg minden. Azt hiszem a méz is gyógyító hatású. Az ilyen fertőzésre. Hol a fa főnök, bazzeg? Most tényleg hol a fa? Ja, itt van. Az is lehet nálam, mert az mindig kölleni. Köl. Grillezett husi. Főzés. Jó. Ez belőle pár darab. Oké. Vigyorgó pofa már ott van, meg is gyógyulunk. Jaj, de jó. Jó. Out of stamina, nem tudom, mit tudok ezzel kezdeni, de ez a csákány, ez brutálisan viszi le a staminát. De kell pakolnom. Különben megőrülök. Szomjas vagyok most, mert ha megőrülsz már, mi van már? Egyébként tök jó itt tartani be, mert úgyis tudod, hogy akkor mindig a tűzben van a pia. Nem kell szórakozni vele. Egyébként egész jó megcsináltuk a kaja meg a pia ellátásokat, meg tudok örülni. Nem, nincs hiány belőle. Egyelőre most fából fogjuk burkolni minden falat, viszont később ezt meg kell változtatnom, mivel 10. nap, ha jöttök, akkor nagyon könnyen be tudjátok ásni magatokat, hogyha fával van csak burkolva. Na, azért alakul, nem? Így most már egy kellemesebb. Na, ó, nagyon jó. Nem lesz ilyen klaustrofób érzésem, és a mennyezetet is mindenképp egyel meg fogom növelni. Rühellem, amikor ilyen rohadt alacsony.
tábortűznek milyen hatása van, mert ezt én sose értem igazából. Cold resist, 15. Ja, megmelegettem a tábortűzt, a cold resistem van. Ezt gondolom, tüzékor jó. Amikor ilyen, olyan biom vagy. Ez még egyen szélesebbre lehet. Az a lényeg, kialakítom magát azt a, akkor a helyet, ahol élni fogok. És akkor utána meg. Utána meg, ugye elbontjuk még egy réteget, és akkor gyakorlatilag oda már a izé jön. Oda már. A fal fog jönni. De az is lesz, meg padló. De miért fogy ilyen durván a sztaminám? Úgy utálom, gyerekek. Erre nagyon kell pakolni. És semmi bajom nincsen. Semmi káros hatás. Hogy is. Ja, meg betonkeverőt kellene csinálnom. Mert ugye betont kellene csinálni. A betonkeverő lenne a fontosabb, nem is a crafting téma. Hoppa, hoppa. Betonkeverő. Ugye azt beszéltük. Várj, a betonkeverő cementmixert nem tudom megcsinálni. Mindenképp kell egy olyan bódolt ajtó is egyébként. Az nem tudom, cementmixer, aha. Jó, de az meg kell a crafting table. Hallod, ezért ki van találva, öcsém. Vagy mi az workbench kell hozzá? Te rohadt élet. Ez is egyébként van egy csomó mindenem. Nem vagyunk boldogok, te hallod, de só, azért van baj itt. Ezt is ugye... tudnám tovább csinálni, csak fűtőanyag kell hozzá. Vagy a fűtőanyagot dobjak bele egy kis fát. Ezt akkor... nyomassuk. Ugye ezeket tudom készíteni. Meg ezeket. Meg ezeket. Szegeket is. Szegeket akarok csinálni, mert olyan dobozokat akarok, azt a jó fajtát. Cooking pot! Tudok csinálni cooking potot, ne szórakozzál! Ez mindenképp nyomunk egyet, nem? Egy cooking potot mindenképp. Tök jó! Ó, ennek örülök. Anvilhoz mi kell? Meg kell tanulni, Dick. Viszont iron az jöhet, nem? 4 darab keményen. Jó, ugye most már hoztam iron, még tudok majd csinálni. Kevés neki, kevés neki. Viszont a cooking poton van, az egy jó dolog ám gyerekek, mivel akkor tudok például glue-t főzni, meg ilyesmit. És ez akkor mehet oda be. Jaj, de jó! Tudok ezután glue-t csinálni. Mit szóval? Glue-t, látod? Murky water meg bone. Nagyon állat. Murky water, kedvenc szavam. Ássunk tovább, de ez dolog idegesíti, hogy ilyen rossz lassanás. És hogy ijeszi a staminát. Itt kell pakolnom, hogy ez ne legyen. Fákjákat föntről le kéne hoznom, vagy kéne csinálnom fákját, mert ez... Vaj, fákjához mi kell? Elvileg csak fett, ugye? Minden az ott. Fit. Torcshoz mi kell? Rongy is kell. Hiszem rongyom is volt valahogy. Na, olyan, nem látok-e? Ezt egyébként lesz befele, azt hiszem rongy lesz belőle. Ezt meg van oldva. Itt is van rongy. Ja. Mennyi torcsot? Mondjuk csinálunk egy... 5 darabot szerintem egyelőre elég lesz.
Azt legyen, mert itt utálom, hogy nincs világítás. Ugye ilyen, csak ez a szar van az a. Legalább közben csinálunk valamit. Hogyha elfogy a stamina, mitől le tudok rakni egy falkert legalább. Fuck yeah! Fuck yeah! Oké. Okay. Még mindig rohadt klaustrofób, tudom. Én is így élem. Így élem meg, itt el. Jó van. Ekkora helyünk elég lesz nekünk egyébként? Gyerekek, mind gondoltuk szerintem egyébként. Tök elég lenne, nem? Fölöslegesen batár nagy. Szerintem itt tök elég lenne. Ugye természetesen úgy, hogy kicserélni a falakat normálisra, megnövelni egyre mennyezetet, már szörnyű, rossz, nagyon rossz érzés így lenni. Out of stamina alatt nem jó nekem ez a komolyabb, mindjárt csinálok egy kőbunkót, ez legalább nem vitt ennyire. Még ezt ki kell szednem? Jól látom? Ah, meg bolondos ettől a stamina hiánytól. Minden szart megiszok emiatt. Hogy valamit regeneráljon. Ha egy kicsit is. Esküjelre rá fogok pakolni. Na, az a lényeg, hogy itt bejövünk. Itt lesz egy ajtó. Hát figyeljetek, szerintem ez nem rossz. Ez elég nagy, nem? Elég nagy az a helyiség. Ugye a ládák el fognak tűnni, azok be lesznek építve. Mindenképp úgy gondoltam, hogy beépített ládák lesznek. Körbe. A pandalót is esetleg berakjuk valahova. Egyik oldalt mondjuk lesznek végig a ládák, másik oldalt pandaló, meg ilyenek. Jó, úgyhogy szerintem ez elég is lenne. Én úgy gondolom. Na figyeljetek, akkor kell nekem, akkor hogyha mondjuk melyik falon legyen? Mondjuk legyen ezen a falon a láda dolog, jó? Akkor kellene nekem olyan láda, az az új fajta, azt nem tudom, az chest. Nem chest, mi az a szar? Na melyik olyan új fajta láda? Elvileg szeg kell hozzá, úgyhogy ha szegele nyomok, akkor ki fogja dobni. Viszont akkor szeget kell csinálnom. Hol vagy szeg? Itt a szeg. Ja, figyelj, receptek, és akkor szerintem ki fogja dobni. Na, ilyen. Ilyenre gondoltam. És akkor tudok csinálni egyet sem. Úgyhogy kell nekem, legalább, hogyha kell mondjuk én egy olyan. Hát egy hány darab? 8 darab? Milyen széles ez? 1, 2, 3, 4 blokk. 8 darab szeg, 8 darab kell. Akkor 80 darab szeget kéne csinálni, ugye? Na így. 80 darab, várjál, olvasszunk be egy kis vasat. Beraktam az összeset. Hú, nincsen clay-em. Clay az van benne, jó van. Oké, menjen akkor már ide, szöggyártás. Berakom ezt is ide mellé, ezt egybe lesz. Oké, jó vagyunk gyerekek. Akkor 8 darab blokkot ki kéne itt ütnöm. Csoda mennek be ugye a boxok. És elvileg azokra lehet írni. És akkor a ládákat itt már ki is tudom váltani. Nekünk? Csak éjjelség vagyok, beszélsz. Nem bajom van állandóan. Na, még szeg. Nem kell menjenek a szegek. Nagyon élem egyébként én ezt az építkezést is. Imádom, nagyon imádom.
Oké. Csinálok egy kettő dobozt, várj, nem? A három. Jó. És akkor, elvileg már tudok csinálni, nem? Kíváncsi vagyok, milyen csinálunk először egyet. Elvileg erre már lehet írni, úgy van megcsinálva. Amely mindjárt meglátjuk. Azaz. Kíváncsi vagyok, storage. Ugye a default storage-nek van nevezve. De ha lehet ráírni, nagyon jó, hallott? Lehet ráírni, hogy mondjuk kaja. De az nagyon jó. Oko, kaja. Ez állat, ez jó, ez jó, ez tök jó. Na ne, mit lehet? És ez nem nagyon bazd. Nem a francot, nem ez baszmenagy. De jó. Nagyon jó. Na, akkor még csinálunk ilyen storage-eket. Oké, és csináljuk neki a helyet. És ez maga megadja ugye a falat. Az egyiket. Jaj, de nagyon imádok. Alakul, és itt lesz akkor végig a szekrény. Itt van valami szüttyögést hazadnék. Még egyet sem csinált meg. Ja, nem, ott van. Jó, és akkor itt végig ezek lesznek, storage-ek. Akkor tudok bele szépen pakolni minden, tudod. Nem össze-vissza lesz. Ilyenek zombik vannak fönn. Nem azért, de nem az a fajta vagyok, aki kihagyna egy kis mészarlást. Nem az a fajta vagyok, aki kihagyna egy kis zombi mészarlást. Valamit ezek ütnek te. Beszóltál messzibe már? Ajnaliket, jó, ez megtartja magát, ennyi volt. Ó, oh, azt hittem legalább egy százalba jönnek a zombik, vagy valami csoda. Tévedtem, szomorú vagyok. Na, gyorsan, 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 storage készítés. Még kell csinálni. Várjál. Hú, még lehet, hogy kell szeget csinálnom. Csináljunk még szeget. Annyit nem. Egy 40-et. Máshoz is kell elifog, tök jó. Oké. Várja, bele vagyok keveredve nagyon. Imádom, nagyon tetszik ez most. Ez az egy zavar, hogy ez olyan lassan tudok ásni. Külön csinálom fegyveralkatrész, kaja, pia, mindenfélét, és akkor nem az van, hogy össze-vissza van minden. Nem egyből tudom, hogy hova kell nyúlni. Tök jó lesz, ez nekem tetszik. Bármit mondtuk, én ezt imádom. Ez lesz a szekrény sor itt. Né, Mari, jaj, de jó lesz. Elfáradok, rakok le kettőt. Úgy várj, ezt nem lehet fölvenni? De kár, ajjaj. Mert lehet, hogy legszérülre nem kell róla rakni, hanem oda rendes palat. Mert azért lehet, hogy ennyi nem kell. Úgyhogy ezt lehet, hogy szét kell vernem a két szélsőt. De a fáradok, te Isten. Két szélsőt lehet, hogy kiverem onnan. Bőven elég lesz ekkorán, mert ott is, hogy a beleszűjjeztem a állózsák, a forge, és akkor ide bejövök, és akkor minden itt tök kőzni van. Mennyezet magasabb lesz, na várj, ezt lehet, hogy célja ütöm, nem?
Csak a táblát vette le róla, ezt szóbb az. Ne tudod ütni róla a táblát itt. Tudjátok mi a baj? Hogyha valaki itt befúrja magát majd, amikor támadtok, akkor izé lehet a gond. Hozzáfér ugye magához a dobozomhoz. Ez a lehet, hogy problémák lesznek. Ha szérül ne az legyen, hanem akkor itt csinálok. Csinálok frame-et, ebből kell biztos sok. Úgyhogy ez jöjjön. Felupgrade-elem, viszont ezt nem fogom tudni ezzel, ugye? Bazzik, nem hard. De mindenképp kell a kőkalapás. Mi hiányzik hozzá? Nehogy már nincs ilyen. Mindenképp kell egy ilyen. Szerintem ez szép lesz. Jaj, ez egy csodálatos. Jaj, jaj. Ide még jöhet egy sor. Box, hol van box? Nem csináltam többet? Szerintem közben ilyen iront lehet, hogy nyomom. Még ilyen boxot kéne csinálnom. Hol a szegem? Kettő darabot, többet nem. Közben kiássuk itt. Kicseréljük a padlót is természetesen, meg minden, hogy szép legyen. Szép legyen, jó legyen, nagyon kellemes legyen itt élni. Itt fog élni a keeper. Beépít egy szekrényt, csinálunk éppen. És függőgyöket, mindent kéne, ilyen ablakot, hallod? Azt hiszed, hogy izé van. Egy ilyen ablak, kéne egy olyan kép, ami ilyen fájkép, meg ablak. És azt hiszed, hogy akkor kim vagy. Kín héderezem, aztán közben meg már rohadtul nem. Oké, oké. Mi is elkészült. Szóval is tök jó. Ó, látod milyen jó? 8 fajta cuccot ide be tudod pakolni. 8 fajta cuccot, és tök igényesen néz ki. Így bejössz, trrr, ott meg lesznek a különböző forcs meg ilyenek. Csak az a baj, hogy azt majd föl kell vernem, úgyhogy azzal lehet, hogy lesz bajom. Jaj, nem egyszerű az élet, gyerekek, mindig baj van. Hát el kéne kezdenem tovább építkezni, de szerintem lehet, hogy ebben a részben csak ennyi volt. Igen. Lehet, hogy úgy kéne kezdenem, hogy az ajtóval. Kicserélgetni ugye, szépen. Várja, ide most már tudok rakni fákját. Normálisan, nem olyan csúnyán kinézőset. Mert ide föl tudod már a... Ja, oda néz ki fel, ugye? És itt már jó néz ki. Ugye ki kell cserélnem tényleg mennyezetet, mindent, nem lesz egyszerű. Ó, hogy te fiú! Ó, nem egyszerű az élet. Nem. Ja, sokat kell kopogatnom. Valami megoldást esetleg, ha tudtok. Figyelj, még ezért is tudok csinálni, ilyen szófát, meg ilyeneket. Wooden stick. Tök az. Tök az. Zombieland. Padlót is ki kell cserélni minden. Jó van, tényleg nem húzom tovább az időt. Itt sütögéljenek a dolgok. Be kell pakolnom majd szépen. Elrendezzük a dolgokat mondjuk. Még azt elrendezhetné a képer, ugye? Várjál. Tegyünk fel a dolgokat. Nevezzük el, mondjuk legyen olyan, hogy kaja. Nem? Kaja. Oké, okay. Close. Legyen olyan, hogy pia. Pia. Legyen olyan, hogy... kő. Close. Legyen olyan, hogy... De várj, azt inkább valahogy máshogy kéne. Nem, nem. Ezt úgy kellene, hogy akkor ezt nevezem tizének, piána. És a craft alkatrészek azok külön legyenek. Pia. Close. És...
Legyen mondjuk fegyver. Tehát ugye... fölülre rakjuk, amiket általában használnak. Ez legyen a medic. Oké? Okay. És akkor itt meg lehetne, ugye, hogy... Stone. Elcsöszöm. Ó, nem akartam kitörni. Stone. Close. Itt lehetne a fa. Good. Close. Itt lehetne a... mechanikus dolgok. És itt lehetne az elektromos dolgok. De ez még mindig kevés, gyerekek, az a durva. Mert megmondom őszintén, külön fegyver alkatrész ilyen, az szomorak van. Ójjaj, nem egyszerű. Na, akkor szépen pakolgassuk. Meg ugye szerves dolgok. Ú, nekem egy csomó kellene még. Bassza. Kell még több, sokkal több kell. Hát én ugye külön szoktam rakni a szerves dolgokat. Most ide, érted, most ide csak a kaját berakom. Jó. De ez se kajának számít, ugye? Most egyelőre akkor rakjuk, oké, csont. Kávé. És a kávé is minek számít? Pia vagy kaja? Motofoktél. Kukorica. Hát de ez a baj. Szoktam nekem olyan, hogy szerves cuccok, nem szerves cuccok. És ez így elég érdekes. Nem túl jó. Egyre. Nem vagyok kibékülve vele. Inkább azt fogjuk csinálni, hogy inkább folytatjuk tovább itt az építkezést. És akkor még nagyobb lesz az, akkor még jobban tudok. De kevés az nekem, gyerekek, kevés, még tovább kell. Szerves dolgok, nem szerves dolgok, fegyveralkatrészek. Úgyhogy ez egy kevés, tovább kevés. Úgyhogy még hosszabb lesz az arra. Mindenképp. Mondjuk a crafting table mellé beraknám középre, de meg rakhatnám ott az olyan dolgokat, amiket... csomó minden dolgom van, gyerekek. És ez a rész szerintem ilyen atom hosszú lett. Mert nagyon elcseszte az időt az ember. Oké. Okay. Jó lenne egy kis zombi írtás. Nincs egy zombi horda, nem jön, mert... az a problémám ezzel az egészen, hogy nagyon kevés az XP-n. XP-t gyűjthetnék, várjál. De így van a puska, aha. De mennyi lőszer fér? Egy darab! Jaj! Várja. Lövök egyet a levegőbe, talán valaki meghallja. Szó szerint a levegőbe, mi? Nincs is ahol senki. Egyébként ezzel szerintem baromira lehet pontosan célozni. Nincs scope, nem tudok venni scope-ot. Vagy tudok csinálni scope-ot, mert például sniper-körnék én. Ugye jó zombikat írtani. Nincs egy bűnös zombi, és a hetedik nap, gyerekek. Hány órakor? 10 órakor kezdődik a horda támadás? Az a baj, azért figyeljetek, innen, hogy szépen betámadtok, azért lehet izélni. Kirúgom a fejem, azt fejbe lőttek, ugye? És az lesz. Meg még nagyon szarul áll a bál is. Ó, jó. Na, be kell fejezni itt a bázist, hogy tudjak védekezni. Nincsenek zombik. Ej, de kárté! Jó. De én várom a zombikat fentelni. Ez is jó nagyot szól. Na sehol senki. Nagy a csönd. Ez a vadászni is jó lehet ez a fegyverre biztos. És rohadtul egy zombi nincsen sehol. Úgy utálom ezt. Ez még amikor nem kéne, akkor jönnek, mint a legyek. Legyek a szarra.
Azt a házat én kilutoltam, nem? Várjátok, annyira, azzal nem bírom abba hagyni, annyira imádom ezt a játékot, komolyan. Ott legalább lesznek zombik, azt tudok izélni, sniperkedni, azt szerintem nem bántottam azt a házat. Ez merre van tőlük? Boat keeper the turn. Meg ugye van a bázis. Éhes vagyok, beszólsz. Már még más bajom nem lenne. Majd. Úgy sniperket hetnék el van egyébként, de mondom meg, hogy aztán most így. Belövök egyet, jó lenne, ezért lenne kőbombá. Meg kell nézni, bár a pipe bombot, ezt tudok csinálni. Na hát igen, mi ez? Robbanó anyag. Meg kell tanulni, demolition expert. Vagy pedig megtanulni pipe bombot, bizony. Mi kell hozzá? Úgy te hallod, ez nagyon egyszerű lenne, ilyen pipe bombos cuccot meg kell tanulnom. Úradnám, demolition expert, nem tudom, hogy melyik kell hozzá, várjál? És de ránézek. Mint hol van? Ez milyen, milyen melyik betartozik? Nem itt van. Hol a szarva van? Most én mit nem látok már? Demolition expert, azt kell megtanulnom, ugye? Igen, és hol vagy? Itt van. Pály, hogyha ezt az egyet megtanulom, már pálybobot tudok csinálni. És nagyon egyszerű csinálni, úgyhogy tudnék csinálni egy csomót, úgyhogy az... Lehet, hogy az lesz. Valaki van, most mondja. Nem jön ki senki innen? Mi akarom próbálni ezt a puskát. Jól néz ki ez a ház. Valahogy éreztem. A puska szerintem nem rossz, ez meg seggen csúszik le. Tudjátok hova mennénk szívesen? Egy könyvtárba. Egy könyvtárba. Demolition Expert. Itt. Egy könyvtárba. Van a városba könyvtár, gyereke. El kéne mennünk. Hú, bazd, el kell mennünk a könyvtárba, gyerekek. Van a városba. Lócit rob nincsen. Lószal sincs itt, gyerekek. Most, hogy zokni. Tök jó lenne izét csinálnom. És mindenhol ilyen izék. Majd úgy utálom. Mármint nincs normális dolog. Ott is van könyv, na. Csomó könyves polcból, de... Ó, kalapács recept igaz. De ezt nem tanultam én már? Ja, nagyon érdekes, meg minden csuda jó. De semmi olyan, ami nekem nagyon használható. Hatos, idő, armor, leg, de ilyen pont ilyen van. De vaj, nem. Ugye nem, olyan, nem volt jobb a izé a melegen lenne a lassú. Nem raktam rá, majd nem vettem föl. Semmi értelmes, nem vagyok boldog.
Nem, még körülnézünk. Nincs itt semmi. Szomorú, szomorú. Szomorú világ van. Nincs itt olyan, aminek Keeper örülne. Viszont a pipe bombot meg kéne tanulni. Én elmennék a könyvtárba, gyerekek. Mert hogy az lesz, hogy hamarabb elmegyünk a könyvtárba. Vagyis ma. Mármint a következő részben. Túl vagyunk terhelve. Jó van, gyerekek, menjünk vissza. Hát igen, jó, ennyi volt a rész, szerintem. Ugye itt van egy ilyen beszélve egy város valamelyre, erre is ott van. És hogy biztos, hogy van könyvtár, ugye itt van valahol. Még nem voltunk abban a városban, biztos sokan vannak, meg sok a zombi, meg minden. Szerintem az lesz, hazamegyek. És bringával oda elugrunk. Ugye tudom, hogy a hetedik nap, úgy is tudom, hogy építkezik erre, de jó lenne megtanulni dolgokat. Például csőbomba is jó lenne. Ha tudnék készíteni. Na oké, srácok, szerintem akkor ennyi volt az a rész, jó hosszú lett. Remélem nem untátok meg azért. Elég sok minden történt, megint csak. Köszönöm szépen a figyelmeteket. És akkor a folytatás következik. Tippeket megírjátok ezerrel. Ne sumálkoljatok. Pazarlom a lőszert, 197 sörétes lőszerem. És egy fős zombival nem találkozunk. Viszont nagyon csúfidő van, csúfidő. Ugye ezt be fogom fejezni, csak először a kijáratot meg kell csinálnom, mert különben befalazom magam, nem lesz nagyon, nem nagyon jó. Na, köszi szépen a figyelmet, jók legyetek, csácsobi csőtészta!